A nem túlságosan meleg, de kellemesen napsütéses időben bőgnek fel a motorok és haladnak tovább a sóstói múzeumfalu irányába. Idén már 21. alkalommal találkoznak itt a motorozás szerelmesei úgy, hogy közben a társadalmi felelősségvállalás is előtérbe kerül, hiszen már kígyóznak a sorok a magtár előtt, ahol arra várnak mindannyian, hogy vérükkel hozzájárulhassanak ahhoz, hogy a szakemberek életeket menthessenek. Nyilván a motorosok közül sem lehet mindenki véradó. Mi olyan 60-100 ember közé szoktuk tippelni, akik el fognak jönni és fognak vért adni. Ezeket a véradásokat azért nehéz megtippelni, mert hogyha az időjárás nem kedvez a motorozásnak, akkor ugye a résztvevők száma is kevesebb lehet, de ezek a véradások még mindig sikeresek voltak, tehát azt gondolom, hogy ez az a csapat, aki úgy érzi, hogyha segíteni kell is, hogyha esetleg bármelyik társuk szüksége van vérre, akkor legyen véradó is, legyen vér az egészségügyi ellátórendszerben, nem csak akkor, amikor valakinek balesete történik, mert akkor természetesen akkor is meglátszódik ennek a közösségnek az ereje, hiszen egy-egy irányított véradás alkalmával nagyon sokan jönnek el, hogyha például valakit motoros baleset ér, vagy hogyha az ő családi körükben van szüksége valakinek vérre, akkor nagyon nagy megmozdulásukat tudunk mi is megtapasztalni, de egy ilyen napon is nagyon sokan eljönnek, hiszen nekik ez az ügy fontos, és nyújtják a karjukat, teszik a dolgukat a véradó önkéntesek. Száz Károly a reggeli órákban 800 000 főre becsülte a nap folyamán megjelenő motorosok számát. Mint elmondta, fontosnak tartja azt, hogy az idősebb generáció motorosai hozzák a fiatalokat, és sokak ezen a rendezvényen lesznek első alkalommal véradók. Ez a 21 év alatt elég sokat fejlődött. Először vagy 30-40 motorral kezdtük az egészet. Motorosokkal találkozunk, akkor már valami hasznossal is töltsük el az időt, akkor kitaláltuk, hogy legyen egy ilyen véradás és egészségügyi állapot felmérés rájuk fér különben. 21 éve csináljuk már ezt, elmondhatom, hogy több mint 6000 emberen segítettünk eddig, akinek vére van szüksége. És még ami nagyon nagy dolog volt a számomra, és akkor döntöttem el, hogy ezt ameddig csak tudom, csinálom, 3 életmentéshez a helyszínről vitték a vért. Hát mondom, ettől nagyobb segítséget nem tudok elképzelni. És azóta is szívvel lélekkel csináljuk, ez a lényeg. A vér nélkülözhetetlen a rászoruló betegek gyógyításában. A tudomány mai állása szerint a vér mesterségesen nem előállítható. Ezért az egyetlen megoldás az lehet, hogy egymásért felelősen próbálunk segíteni azzal, hogy akár egy ilyen rendezvényen, egészségi állapotunk függvényében vállalunk egy minimálisan kellemetlen, de mások számára életmentő procedúrát.